1993-ban alakult kis családi borászatunk van. Ugye Magyarországon sajnos a rendszerváltást megelőző időszakban magánborászatokat nem lehetett indítani, és hát a szülők alig várták azt a pillanatot, amikor újraépíthetik azt a családi hagyományt, amit egyébként anyai ágon a család korábban ívelt, hiszen anyai ágon mindig szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozott a család, és hát 1993 volt az első palackos évjárat, amivel megjelentünk a piacon. A Pinot Gris, vagy magyarul szürke barát, ez egy, mondhatjuk, egy autentikus fajta a borvidéken, több száz éve termesztésben van, ha jól tudom, ilyen 600-700 évvel ezelőtt került a borvidékre. Egyébként ez egy francia nemesítésű szőlőfajta, tehát ha úgy veszük, akkor ez nem tekinthető hungarikumnak, viszont olyan régóta foglalkozunk vele, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudunk a szőlőfajtáról. Nagyon sokféle bortípust lehet szürkebarátból készíteni. Mi itt is egy picit a hagyományos borkészítés fele indultunk el. A szürkebarát színanyagot termel, nagyon érdekes, hogy ha klasszikus bordon készítjük el, akkor egy ilyen óarany színárnyalata lesz a bornak, ami lehet, hogy ma nem is tekinthető divatosnak. Csak a borászat az ilyen szempontból nem fontos, hogy divat követő legyen. Ennek a szőlőfajtának a héjában van a színanyag, és ahhoz, hogy én a héjból azokat a finom ízeket, zamatokat ki tudjam áztatni, ami a bor karakterét meghatározza, ahhoz nekem ezt a préselést megelőzően áztatnom kell. Általában egy 12 vagy 24 órás áztatást követően préseljük ki, így egy mélyebb árnyalatú, egy nagy testű, sűrű, olajos bort kapunk. Ez jelenti nekünk a szürkebarátot. Természetesen a fajtával azért komoly küzdelmek vannak, elsősorban főleg belföldön, hiszen korábban a szürkebarát az elmúlt rendszerben szinte egyetlenetett az édesborral. Most ebből a szőlőfajtából klasszikusan mi természetesen száraz bort készítünk. Teljesen egyértelmű célok voltak egyébként, hiszen szüleim mindketten a Kertészeti Egyetemen végeztek, és ebből a szakmába dolgoztak a vállalkozást megelőző időszakban is, hogy pontosan tudták, hogy mit szeretnének. Akkor egy ilyen 15 hektáros birtokról volt szó, hogy egy 15 hektáros birtokot szeretnénk építeni, ahol magas minőségű fehér borokat termelünk. Természetesen közben a koncepció egy picit változott. A birtok egy kicsit nagyobb lett, de éppen most ezek azok az évek, amikor mi elértük azt a nagyságrendet, amiben jól tudjuk magunkat érezni, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a figulabor addig figulabor, amíg tevőlegesen mi készítjük. És a 30 hektáron készítünk 70%-ban fehér borokat és 30%-ban rozé, illetve vörösbort, ami egyébként a borvidéki arányokkal teljesen harmóniában van. Nagyon-nagyon érdekes szőlőfajta a Zenit. Két szőlőfajta keresztezésével, Ezerjó és Bouvier keresztezésével hozták létre. Sehol a világon máshogy nincsen, tehát csak a mi országunkban van termesztésben. És talán abban segített nagyon-nagyon sokat a magyar borkultúra fejlődésében, hogy a fiatalokat közelebb tudjuk hozni a borfogyasztáshoz, ugyanis ez egy borzasztóan lezser bor. Tehát egy augusztus végén, szeptember elején teljes érettségbe születelhető szőlőfajtáról van szó, ezért ebből új bort lehet készíteni, tehát már a szület évébe forgalomba tud kerülni. És magyarán az erjedést követően ezt a bort lekezeljük és azonnal palackba tesszük. A mi pincénknél ez egy félszáraz tétel, annyira magas cukortartalommal érik be, hogy a ilyen 5-6 gram per liter maradék cukor szokott maradni az erjedés végén a borban, ami egy ilyen plusz kis édességet ad ennek a fajtának, és mi azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok fiatal ezzel kezdi a boros karrierjét, ha szabad így fogalmazni, és utána majd elkezd a többi bor felé is nyitottabbá válni, úgyhogy én azt mondom, hogy a Zenit az mindenképpen egy jó üzenet. Nálunk ugyan hegyvidéki körülmények között termeljük a Zenitet is, de a Zenit például tökéletesen alkalmas fajta volna arra, hogy nagyobb termésmennyiséggel, akár síkvidéken is egy igazán finom, komoly bort lehetne belőle készíteni. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt rendszerben szinte kizárólag fehér szőlőt telepítettek a borvidékre, viszont a 100 évvel ezelőtti állapot körülbelül azt jelentette, hogy itt az Észak-Balatonnak ezen a részén
50% fehér szőlő mellett 50% kék szőlőt termesztettek a szőlős gazdák, ezért kezdtünk el mi kék szőlővel foglalkozni, keressük azokat a dűlőket, ahol nagyon magas minőségbe tudunk vörösbort készíteni, hiszen ezek a vörösborok nem olyanok, mint az ország más termőhelyein készülő tételek, hanem egészen egyedi arculatúak. Édesapámmal komoly vitáim voltak annak idején ezzel a vörösboros dologgal kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy akkor és csak akkor hajlandó áldását adni a vörösboros munkára, hogyha kóstolhatóan egyedi karakterűek a borok, tehát hogyha a Balatonfüred csopaki vörösbor nem hozza ki a termőhelyben rejlő különbségeket, akkor ennek a munkának nincsen értelme, de úgy tűnik, hogy csak úgy, mint a fehér bornál, a kék szőlőnél is teljesen egyértelmű ásványi lenyomat a bor, tehát szinte minden dűlő különböző karakterű vörösbort ad, úgyhogy mi dűlőszelektáltan is készítjük ezeket a tételeket, csak úgy, mint a fehéreket. A borvidéknek az újkori történetéhez ezek a kék szőlőfajták hozzátartoznak, a Cabernet Sauvignon is, a kék frankos is, a Merlot is, és a Cabernet Franc is. Nagyon érdekes, hogy a borvidéknek volt saját kék szőlőfajtája, tehát régen a tihanyi kék vagy tihanyi fekete névre hallgató ősi fajta volt az, ami meghatározta a borvidéknek a szőlészeti borászati múltját. Sajnos ez a szőlőfajta kiskertekben még létezik, ennek a szőlőfajtának az újra szaporítása és majd újra telepítése az folyamatban van, úgyhogy bízunk benne, hogy ilyen bort is tudunk majd néhány év múlva mutatni. Most jelenleg elsősorban a felsorolt szőlőfajtákkal dolgozunk, és ezek közül számunkra vörösbor tekintetében a Merlot, a Cabernet Sauvignon és a Cabernet Franc a legfontosabb. 93 óta ugye eltelt most már 20 esztendő, sajnos 2008 tavaszán édesapám meghalt, azóta az édesanyámmal és az öcsémmel ketten irányítjuk a céget, és hát egy nagyon-nagyon lelkes, borzasztóan tisztességes társasággal együtt dolgozva, összesen 10 vagyunk, tehát egy pici családi birtokról van szó. Állandóak a kollégáink, tehát itt mindenki hosszú évek óta dolgozik, és hát az egyik legfontosabb kollégám, a borász kollégám Fej József, ő velem végzett történetesen a Kertészeti Egyetemen, és az egyetem elvégzése óta itt a pincészetnél tevékenykedik. Úgyhogy tényleg egy ilyen klasszikus értelembe vett kis családi birtokról beszélhetünk, és én azt hiszem, hogy ebbe találtuk meg azt az életörömöt, ami nagyon jó, hogyha az ember a munkájában is jelen van. A tagja, a bordoma az egy dűlő, Pécsen található, és itt is azokat az arányokat keressük, amit régen a borvidéken tettek a szőlős gazdák. Nagyon izgalmas, hogy a mi borvidékünkön, de egyébként Magyarország más borvidékein sem voltak fajta borok korábban, hanem egy-egy domboldalnak a szőlőit összeszüreteltek, és ebből készült egy bor. A domboldalnak viszont a fajta összetétele az nem esetleges volt, hanem több száz év alatt alakult ki, hogy a domináns szőlőfajta mellé milyen fajtákat kell telepíteni ahhoz, hogy adott dűlőnek kiváló legyen a bora. Ezt keressük a bordomával is, és az összes többi dűlős borral. Én azt mondom, hogy részsikerek vannak, végeredmény egyértelműen nincs, tehát keressük a legjobb fajtákat és az adott dűlőben a legjobb fajta összetételt, amiből szép bort lehet készíteni. Ugye a magyar borászatnak mi egyik alapvető problémájaként azt látjuk, hogy az ágazatnak fogyasztói oldalról és termelési oldalról is nem nagyon van közepe és nem nagyon van alja. Tehát egy étterembe, ha beül egy vendég, akkor nem mer általában a ház borából rendelni, mert nálunk a ház bora az egy alacsonyabb minőséget jelent, míg hogyha az ember külföldre utazik, akkor a ház bora az általában, sőt Borosországban feltétlenül egy finom bort jelent, ami nagyon-nagyon jó áron hozzá lehet jutni. Meg kell találnunk azokat a szőlőfajtákat, azokat a termőhelyeket, ahol költséghatékony módon ezeket a borokat meg tudjuk termelni. Hajdanán ez az ország, ez borexportőr volt. Tehát azért egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy az elmúlt években borimportőrré avanzsáltunk. Én nagyon szeretném, hogyha ez a tendencia megállna és megfordulna. Ez egy nemzeti érdek, hogy a magyar szőlészet borászat visszanyerje a régi fényét, és ne csak 30-40 borászat tudjon ebből
valamilyen szinten megélni. A szőlőtermelőt kellene helyzetbe hozni, ez lenne talán a lehető legfontosabb feladat. Ugye nem mindenki viszi végig a folyamatot, tehát vannak olyan családok, akik szőlőt termelnek, és a szőlőt értékesítik, és az ő életüket kellene rendbe szednünk, hogy rentábilis legyen maga a szőlőtermesztés Magyarországon, mert ez egy csodálatos mesterség, úgyhogy ezzel talán a vidéknek az elnéptelenítése is megállítható volna, hogyha ha ezek a szép régi szakmák újra régi fényükben pompáznának. Olasz rizling a legfontosabb, tehát hogyha ha Balaton, akkor olasz rizling. Én azt gondolom, hogy két szőlőfajta van a fehér szőlők tekintetében Magyarországon, az egyik az olasz rizling, a másik a furmint. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a két szőlőfajtának össze is forra története, hiszen a mi borvidékünk korábban az olasz rizlinget a furminttal legyesen telepítették, tehát ezen a borvidéken a furmint megjelent, és most is jelen van, úgyhogy ilyen telepítéseket ma is csinálunk. Hát az olasz rizlingről rengeteg legenda, történet kering. Márai azt mondta, hogy akkor ő már nem akar élni, amikor az olasz rizlinggel is baj lesz ebbe az országba. Hát ugye baj volt, mert a múlt rendszerben minden száraz fehér bort nem is olasz rizlingnek, hanem rizlingnek hívtak. Ezért talán ezzel kellett a legtöbbet dolgoznunk ahhoz, hogy a fogyasztó újra elfogadja. Sokkal könnyebb volt a rendszerváltást követő években egy szürke barátot, egy chardonnayt, egy sauvignon blanc-t eladni, mint egy olasz rizlinget. Ma a pincének a legkedveltebb szőlőfajtája az olasz rizling. Ebből készül a legtöbb magas minőségű, tehát dőlőszelektált vagy hordószelektált tétel, és ebben hiszünk a leginkább. Talán a legjobb termőhelyi tükör. Tehát, hogyha valamelyik fajta tökéletesen képes visszaadni a termőhelynek a karakterét, akkor az pont az olasz rizling, és nagyon-nagyon jól érlelhető. Evidens, hogy a borvidéknek a meghatározó szőlőfajtája az olasz rizling. Mindig a jobbra való törekvés az, ami előre visz egy ilyen borászatot. Mi keressük a saját kérdéseinkre a válaszokat. És hát, hogy a tradíció mennyire fontos, azt mi sem példázza jobban, hogy nálunk az anyai nagymama él. Tehát a nagymama borzasztó sok használható információval lát el bennünket. Sajnos azért az átadható tudás az egy kicsit elveszett az elmúlt rendszerrel, hiszen ezek a családi birtokok nem ugyanazokon a területeken működnek újra, mint a rendszerváltást megelőző időszakban, úgyhogy sok mindent újra kell tanulni. 7 hektár az egy terület, tehát azért 7 hektár van egy 7 hektáros táblánk. Ugyanazon a talajon gyakorlatilag 4 szőlőfajtát telepítettünk, és azt vizsgáljuk, azt kutatjuk, hogy ennek a dűlőnek, ennek a vágónak milyen lehet a bora. Itt is lehet 4 féle bort készíteni, hogyha külön szüreteljük mindegyik tételt, ugyanakkor, mivel a termőhely, a termőtalaj ugyanaz, ezért próbálunk ebből egy nagyon-nagyon szép bort készíteni, közös szürettel, tehát itt is a szőlőházasítással kísérletezünk, ugyanazon a napon szüretelünk. És hát én azt hiszem, hogy az első évjárat az egy nagyon nagy siker, tehát 2011-ben készült először. Talán még érdekessége lehet ennek az egésznek, hogy édesapámnak mindig nagyon fontos volt, hogy a fiatalokat megpróbálja minél közelebb hozni a borhoz, segíteni azokat, akik a bor körül mozgolódnak. Úgyhogy itt egy jó barátommal, Erdélyi Szabolcs segítségével egy komoly címkepályázat indult, amire több mint 400 pályamunka érkezett. Fiatal grafikusokat kértünk meg arra, hogy álmodják meg ennek a bornak a címkéjét. Adtunk egy kis tanácsot, hogy milyen elvek alapján készült a bor, és hát ugye a magyar mitológiában a 7-es számnak mindig komoly jelentősége van, úgyhogy akár ezt is lehetett használni, és hát annyira sok jó pályamunka érkezett, hogy ha csak a legjobbakat használjuk, akkor is hosszú-hosszú évekre megvan oldva a 7 hektárnak a címkéje. Mi azt ajánlottuk fel egyébként a pályázóknak, hogy minden évben másik címkéje lesz a bornak, és mindig a címkén fel fogjuk tüntetni a tervező nevét. A tradíció borzasztóan fontos, de ha a minőség érdekében tudunk újabb, innovatívabb megoldásokat alkalmazni, akkor ezt meg kell tenni. Úgyhogy én azt mondom, hogy borászati szempontból van egy-két olyan elv, amit érdemes, vagy egy olyan újdonság, amit érdemes megpróbálni. Ugyanakkor a bor kezelésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy minél kevesebb beavatkozás, annál nagyobb a minőség.
Magyarországon a rozét egy kicsit ilyen egyféle bornak gondoljuk. Tehát egy rozéról az a véleményünk, hogy legyen könnyű, de gyümölcsös, a születet követő évben el kell fogyasztani. Tehát egy kicsit én úgy érzem, hogy maga a bor kategória van méltatlanul leegyszerűsítve. És azért, ha az ember kóstol rozébort a világ más részeiből, például Franciaországból, akkor ott sokszor találkozunk olyan rozékkal, amelyeket 2-3 évesen hoznak forgalomba. És ezért mi elkezdtünk most már hosszú évekkel ezelőtt kísérletezni azzal, hogy a rozénak mind a két arcát meg tudjuk mutatni a fogyasztóknak. Tehát van egy könnyű, de gyümölcsös rozé, de mi elkészítjük ezt a másik változatot is, ami egy rendkívül tartalmas, sűrű, jól érlelhető rozé, és az általában Cabernet Sauvignonból készül. Már az ültetvényen megtörténik a szelekció, tehát pontosan tudjuk azt, hogy melyik területről fog a rozé készülni. A terhelés ugyanúgy van beállítva, mint a komoly vörösboroknál, tehát nagyon-nagyon kevés szőlőt szüretelünk tőkénként, az általában ilyen 1 kg-ot jelent egy tőkéről, és próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy van egy másik típusú rozé is, ami egyébként szerintem leginkább a nagytestű fehér borokhoz hasonlít karakterében. Tehát a gasztronómiában például kiválóan lehet használni ezeket a borokat. Rozénknak a döntő részét mi ma Hollandiába értékesítjük, illetve itt a pincészetnél, ahol el tudjuk mondani azt a háttérinformációt, ami ez a borhoz tartozik. Hollandia azért lehet érdekes, mert ők francia boron szocializálódtak, tehát hozzájuk ez a rozé stílus közel áll. Magyarországon egyelőre a gasztronómiában nehéz mit kezdeni egy ennyire más karakterű rozéval, de én bízom benne, hogy előbb-utóbb ez ugyanolyan népszerű lehet itthon, mint máshol. Más borstílust ad a borvidék, tehát még csak igazából szakmailag sem kell tennünk semmit azért, hogy más jellegű legyen egy észak-balatoni vörösbor, mint az ország más részein fekvő területekről, hiszen annyira érdekes a terroir, hogy egészen átvarázsolja a szőlőfajtákat. Ezért mi azt szoktuk mondani, hogy nem is a szőlőfajta az elsődleges, hanem a dűlő, ahonnan a borokat születeljük. A címkéken is ezt lehet látni. A has címkéinken, a fő címkéinken nekünk a fajta nincsen feltüntetve, ezt mindig a hát címkén lehet megtalálni. A has címke üzenete az, hogy ez egy balatonfüred csokaki bor, és azon belül ennek a községnek a dűlőjéből, valamelyik dűlőjéből. Ha verbálisan meg kellene jelölnünk a különbséget, akkor azt mondhatnánk, hogy nagyon finom érett tanninok vannak, és nagyon-nagyon szép gyümölcsösség van ezekben a borokban. Relatíve korán kóstolhatóak, tehát már 2-3 éves korukban finomak ezek a borok, és ettől függetlenül nagyon-nagyon hosszú életűek. Tihanya borvidék egyik legjobb kékszőlő termőhelye. És ez a Kék Balaton Fantázia nevű borunk, ez gyakorlatilag tihanyi szőlőből készült. Tihany egy nyugvó vulkán, tehát még egy talaj, még egy plusz talaj a borvidéken. Nagyon-nagyon erősen képes a talaj koncentrálni azt a hőenergiát, amit nyáron össze tud szedni. Tehát nyáron gyakorlatilag a tihanyi talajhoz szinte nem lehet hozzányúlni, annyira jól összegyűjti a napfényt. És hát Tihany az olyan szinten üde színfoltja egyébként a borvidéknek, hogy 5 vörös bor közül, ami a borvidéken termett, laikus gyakorlatilag azonnal ki tudja választani, hogy melyik a tihanyi. Egy sokkal lágyabb, gömbölyű, mediterrán stílusú bort ad, pont azért, mert melegebb ez a csücske a borvidéknek, mint az összes többi. Úgyhogy a borvidéken belül van még egy borvidék, ha úgy tetszik ez a Tihanyi félsziget. Néha azért a borászok elkövetik azt a hibát, hogy kizárólag nagytestű, dűlőszelektált borokba gondolkodnak, az emberek viszont szeretnek bort inni. Az egyik típus, ezt a nehéz bort, ezt inkább kóstoljuk, és órákig ülünk egy pohár bor fölött, és gondolkodunk rajta, és borzasztóan érdekesnek tartjuk szakmailag, de olyan bor is kell, ami egy ilyen társasági ital tud lenni, ami mellett kellemes beszélgetések alakulnak ki. Nagy veszélye a nagy boroknak az, hogy egyébként abszolút társaságölő hatásuk van, tehát hogyha egy vendégségbe valaki egy nagyon izgalmas bort
kivisz az asztalhoz, és ott körbe tölti a barátainak, akkor nagyon érdekes tapasztalatok lehetnek, hiszen 5 perc elteltével mindenki a borral foglalkozik, és egyáltalán nem foglalkozik a mellette ülővel. Élő probléma ma Magyarországon, hogy olcsóbban lehet import bort behozni az országba, mint amennyire ősszel szőlőt lehet kapni. Szerintem az egyik alapvető fontosságú dolog az a turizmusnak a fellendítése volna, hiszen nyugaton is általában az a recept, hogy rengeteg a helyben értékesített bor, és a helyben értékesített bor az nyilván mindig egy magasabb árszínvonalat is jelent. Tehát gyakorlatilag a Balatonon megtermelt bort, azt a Balatonon kell értékesíteni. És igen, ma úgy tűnik, hogy az Unióban elengedhetetlen az összefogás. Tehát egy-egy térségnek együtt kell lélegezni, gondolkodni ahhoz, hogy a saját kultúráját meg tudja védeni. Akár a szőlőtermelésről, vagy teljesen másról beszélünk, ez egy általánosan igaz, és próbálják azokat a gazdasági formákat támogatni, amelyek összefogásra kényszerítik a termelőket. Ugye Magyarországon ez borzasztóan nehéz, hiszen az a fajta termelőszövetkezet, ami az elmúlt rendszer végét határozta meg, az nem egyenlő azzal, amiről ma gondolkodunk, hiszen termelőszövetkezetek működnek Svájcban, Ausztriában. Tehát ez egy jól működő rendszer, ami összefog sok kicsi termelőt, és olyan minőségi elvek alapján zajlik a szőlőtermelés, amiből garantáltan egy olyan bort lehet készíteni, amely piacképes lehet. Nemzetközi fajták, Chardonnay fontos. Tehát egyelőre Magyarország a saját szőlőfajtáival, gondolok itt az olasz Rieslingre, a Furmintra, amelyek a legfontosabbak és a legértékesebbek, nem baj, ha készítünk olyan borokat, amik a nemzetközi összehasonlítást bírják. Gyönyörű olasz rizlingek és furmintok vannak az országban, most már nemzetközi sikereket is tudunk vele elérni, de nekem az a saját tapasztalatom, hogyha egy külföldi borkereskedő érkezik Magyarországra, ha tudunk mutatni egy komoly Chardonnay-t, egy komoly Sauvignon Blanc-t, akkor sokkal nyitottabb lesz a mi borainkra és a mi szőlőfajtáinkra. Talán abban van egy kis probléma, hogy ma a világon egy kicsit a standard a minőségi, és a bor Magyarországon nem lehet standard. Tehát nem szabad abba az irányba mennünk, hogy a bort standardizáljuk, hiszen pont ez a szépség ebbe a szakmába, hogy mi a természet változásaival együtt lélegezve készítjük el a borokat, így az illatok, az amatok és a beltartalmi paraméterek változnak. Másik nagy nemzetközi fajta, ugye a Chardonnay mellett a Sauvignon Blanc, ami francia nemesítésű. Az elmúlt rendszerbe került ez a szőlőfajta telepítésre a borvidéken, és itt is inkább a dűlőről tudok beszélni, hiszen az egyik legjobb dűlőnknek az egyik legjobb dűlőnknek a domináns szőlőfajtája, ezt Gella névre hallgat. Itt egy komoly magyar hegy, ugye 420 méter tengerszint felett Magyarországon, ezek a hegyként emlegetjük ezeket a kis dombokat. Itt termelünk Sauvignon Blanc-t, és hát ez sem tipikusan az a Sauvignon Blanc, ami a fajta elsődleges íz és illatjegyeit vonultatja fel, hanem egy öregültetvényről, teljes érettségbe szüretelve, egy nagyon-nagyon ásványos, igazi, domináns borvidéki bort tudunk itt készíteni. Úgyhogy izgalmas. Én azt gondolom, hogy itt is a dűlő a meghatározó, de a Sauvignon Blanc, mint fehér szőlőfajta, ugye hát a Chardonnay mellett a világon az egyik legmeghatározóbb fehér szőlőfajta. A nagy család egy ennyire autentikus barát szakmában, mint a miénk, az borzasztó fontos lehet. Nálunk is egyébként érdekes módon az öcsém, aki egészen más területtel foglalkozott, hiszen ő egyébként bölcsész és emellett zenész ember, és a világon jobbra-balra koncertezik állandóan. Őt is eléri annak a szele pont ezekben az években, hogy egyre többet van itthon, tehát egyre nyitottabb a szakmára. És én azt érzem, hogy ezt magas szinten mindenképpen családi körülmények között lehet jól csinálni, úgyhogy én ennek örülök. Igazán komoly borászatok több generáció alatt tudnak nagyon-nagyon magas minőséget készíteni. Az a tudás, amit én az édesapámtól, édesanyámtól kaptam, illetve a nagymamától, ezt a tudást én szeretném átadni a kisfiamnak. És nagyon jó lenne, hogyha ha ő ezt úgy szeretné, hogy gyakorlatilag nem is kell segíteni a választásban, hanem majd egyszer csak
megérinti annak a szele, hogy neki ez a feladata, ez az én esetemben egyébként így volt. Tehát én nekem soha nem volt semmilyen presszió, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, de észrevétlenül egyszer csak azon vettem észre magam, hogy nem tudok másban gondolkodni, csak a szőlőben és a borban. Akkor van egy ilyen munkának értelme, amit mi itt csinálunk, ha ezt valaki folytatja. Fülöp az azért Fülöp, mert ugye elvileg megvan az utód, aki ezzel szeretne foglalkozni, bár mindenkinek azt tudjuk javasolni, hogyha van egy családi vállalkozás, főleg egy borászat, akkor minél több gyereket kell vállalni, úgy nagyobb eredménnyel választja majd valaki a borász szakmát a jövőben. Én egyelőre a Fülöpöt próbálom meggyőzni arról, hogy nyilván ennél szebb mesterség nincs a világon, én ezt így is gondolom, én meg remélem, hogy majd így fogja gondolni. Az ő tiszteletére készült ez a bor a 2006-os évjáratban, és ami a legfontosabb, hogy Fülöp is szereti. Tehát azért ő most már lassan 6 éves, úgyhogy kóstolni kóstolhat, és tetszik neki. Egyébként nagyon jó orra van ehhez az egészhez. Én nem nagyon hittem ebbe korábban, hogy ez ennyire genetikus lehet, de hogy itt ugrál a hordókon, és megmondja, hogy melyik fajtában mit ér, ez az egészen izgalmas. Arról nem is beszél, hogy egy kisgyereknek sokkal natúrabb az érzékelése, mint egy felnőttnek, mert kevesebb mindennel találkozott. Tehát valószínűleg sokkal tisztább az orra, úgyhogy én szoktam tőle tanácsot kérni a kóstolásoknál. A Sirenius küvé gyakorlatilag a pincének a meghatározó, vagy ha úgy tetszik, a csúcsterméke. Ez egy fehér küvé, olasz rizlingből készült, tehát az öme az mindig olasz rizling, és az olasz rizling mellett a legjobb fekvésből a legjobb fürtöket válogatjuk hozzá. 2002-ben készült először ez a bor. Keressük azt az összeállítást, hogy az olasz rizling mellett melyek azok a szőlőfajták, amik akár az olasz rizling közé telepítve egy domboldalnak megadják a legkarakteresebb borát. Ezt keressük a Silenusba, és a 2002-es mindjárt nagyon sok sikert hozott a pincészetnek, gyakorlatilag a nagy nemzetközi borversenyeken, ez a Párizs, Bordeaux, Brüsszel sikert tudtunk elérni egy autentikus magyar borral. Ez volt az uniós elnökségnek a kiemelt fehér bora, tehát ezzel reprezentált az ország. Most 2012-es évjáratból úgy tűnik, hogy újra lesz, tehát egy néhány év kimaradt ugyan, de most újra lesz Silenus. A szőlő termelésétől a borok értékesítéséig mindent, tehát a teljes vertikumot mi csináljuk. És ez a pince egyébként, ahol most itt beszélgetünk, ez kifejezetten a vörösborok érlelése miatt épült, hiszen a vörösboraink érleléséhez egy kicsit magasabb hőmérséklet kell, a fehérboros pince nagyon-nagyon hideg, úgyhogy itt ilyen 14-16 fok van, míg a felső pincében ilyen 10-12 Celsius fok. Ezek az épület együttes, ami nekünk most rendelkezésre áll, ez a 30 hektárnak tökéletesen megfelelő hátteret biztosít. Nagyon sok turisztikai létesítményünk van itt, tehát több kóstolóterem. A legjobb marketing eszköz, amit mi bevethetünk, az pont az a fajta vendéglátás, amit itt a pincénél bonyolítunk. A Figula pince nagyon szívesen fogadja a vendégeket, szüretbe is bárki bármikor bejöhet, körülnézhet. Ez a hitelességnek szerintem az egyik legjobb eszköze.